Sziasztok! Ebben a videóban bemutatom nektek, hogy mi is van az ápolószeres ládámban. Nos, ahogy láthatjátok, igen, csak tele van ez a doboz, meg is mutatom így is. Mindenki van centízve. De először is van itt egy ilyen kis tartóka, amiben ilyen apró dolgok vannak, meg is mutatom. Van benne egy betadin, egy ilyen sebspray, van benne kettő ilyen CBD olaj lovaknak. Haj, ne rám fókuszálj! Van benne egy ilyen duct tape, fekete, pici, ez mindig jól jöhet. Van benne egy külön kis doboz, szintén ilyen mindenféle sörénygumi. Ezt most nagyon élesen kiöntöttem. Na mindegy, majd a végén összetakarítom. Van benne egy fecskendő, egy oló, egy ilyen napos sebspray, legjobb. És van még benne egy ilyen napos sebkrém. Fokuszálj! Igen, ezt is nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy ebbe a kis fakba, főleg ilyen krémek, sprék, sebekre és egyebek vannak. Szóval, így néz ki ez a kis fak. Jaj, mindjárt kiesik belőle meg minden. Na de, haladjunk is tovább. Itt ezen belül szintén van egy nagyobb fak és egy kisebb fak. Ebbe a kisebb fakba például itt van egy ilyen napos bogarak, egyebek elleni kenőcs, krém. Ez így néz ki, ilyen fehér, még jó sok van belőle, és ezt főleg így a hasuk alját szoktam ezzel bekenni, meg a fülüket, meg így szügyüket, popsinál, szóval ezt amúgy nagyon szeretem. Én ezzel nagyon szeretem őket kenni, és ebből jó sok van, ez tényleg sokáig kitart, és ezt nagyon ajánlom. Utána babakocsi törlőkendő, ez ilyen kötelező szerintem. Van benne egy ilyen pataecset, nem biztos, hogy tudok nyitni, ősrégi. Gusta. Pataecset, mert nekem azok a pataecsetek, ami csak egy ilyen sima végés bele kell dugni, biztos láttatok már olyat, az nekem mindig így a ecsetnek a vége beleragadt és tönkrement, úgyhogy én már csak ilyet leszek, ami ilyen tartós. Tovább haladva, itt van még ez a patalak, amit még 2017-ben vagy 2008-ban vettem Amerikába, és még mindig van belőle. Szóval valamikor ki kéne megint próbálnom. Úgyhogy van benne ilyen kis patalak, ami ilyen kis csillogós. Nagyon cuki, és még igen, van benne. Van egy ilyen vakarós tördőkendőnk. Ebből volt egy csomó, de már nyilván elhasználtam őket. Ezek nagyon jók, én nagyon imádom ezeket. Mindenféle hipoallergén, parfümmentes, sentves törlőkendő lovaknak, úgyhogy ez nagyon jó. Ilyet szerezetek be a vakarótól, mert ez nagyon szuper dolog. Utána van itt egy ilyen csücssömör kenőcsünk. Kamillának egyszer volt, szerintem még 2018-ban csücssömörő, és akkor vettem, mint ahogy láthatjátok, jó nagy, szóval az szerintem nem kellett használni, de van egy ilyen, mert ha bármikor kéne, vagy bárkinek kéne, akkor én itt kölcsön tudok adni. Utána itt még van egy kis vattánk, ami így maradt ilyen kötszerként, ilyen mindenféle sebkezelésből, úgyhogy még van itt egy kis vatta. Na de itt van egy külön kicsi pak is, amiben mindenféle apróság van. Kis nyitom. Remélem, hogy nem lesz benne poloska, mert amúgy találtam egy poloskát a dobozomból, szóval légy színe, legyen benne semmi magár. Nos, itt fönt, itt van mindig, vannak még ilyen kisebb fecskendők. Ezek jóval kisebbek, mint ez, ami itt van nekem. Ez, szóval így látjátok, hogy mindenféle fecskendőm van. Amúgy ebből van még egy csomó szekrényemben, meg ilyenek. Úgyhogy ebből még van egy pár. Jó. Na de, jaj! Kiugrott. Van egy ilyen... hivatalos nevét nem tudom, de hát ilyen sebkezelőfásli, vagy sebkötőfásli? Kötőfásli? Ezzel kell körbe tekerni a lónak a lábát, vatáját, vagy egyebét, ahol van seb, és ugye hát ebből van egy pár, még Dakota születése óta is így maradtak meg, ilyen kicsik.
Én még úristen, még itt nagyon sok van, még ezeket használtuk újra annó a dokiban, meg minden. Úgyhogy itt még van egy jó pár régi, meg van ilyen kötszer is, így sebre. Akkor van itt még... Húha, nagyon sok ilyen van. Tényleg itt vannak ezek a pecskendők. Még három pecskendő, ennek van egy kupakja is, a többinek szerintem így eltűnt. Így van még három ilyen kupakos pecskendőnk. És... van még itt egy zöld fecskendő is. Úristen, hát tiszta klinikát nyithatnék már szerintem. És van itt hát gumikesztyű. Még több ilyen random kiskötés, amiket újra használtunk. Környezetvédés. Van gumikesztyűnk is. És van még itt egy ilyen vitaminpor. 2018-ban már a Dakotát ezzel kellett itatnom, amikor megszületett, és volt egy seb a lábán ugyebár, és mondták, hogy mindenféle vitamint kell kapjon, és ezt kellett itassam vele, vagy így belefecskendőznem a szájába ezt a port vízzel. Úgyhogy még ez is van, szerintem már biztos nem jó, de ez ilyen kis szuvenírként itt van. Úgyhogy ez az ilyen külön mindenes ilyen kis valami. Úgyhogy ebben nagyon sok ilyen elsősegély dolog van. Ez itt jobb oldalt, főleg az ilyen komolyabb sebekre van, hogy már rögtön el tudjam látni a lovat, hogyha bármi olyan van. Na de térjünk át a nagyobb fakra. Itt ugye ez a legnagyobb, úgyhogy ezzel kezdjük. Ez egy ilyen napos, szintén ilyen... Jézusom, de béna vagyok. Ez egy napos légyszpré. Ez igazából ugyanaz, mint a krém, viszont ugye ez spray formájában, szóval ezzel egyszerűbben lehet dolgozni, úgymond, hogy csak befolyt a lovat és nem kell keneszelni. Viszont szerintem én jobban szeretem én mindig a krémeket. Nem félnek ettől a lovaim, meg ilyenek, de szerintem a krém az hatásosabb, és én úgy vélem, hogy abból több van, mert ennek már most szétfolytam a felét, és szerintem csak négyszer használtam. Úgyhogy talán azt mondom, hogy ez így anyagilag kedvezőbb, de... Ja, hogyha nem akartok a keneszeléssel bajlódni, akkor persze ez is nagyon jó. Na, adunk tovább. Van itt egy... Ez itt belelóg a képbe. Egy ilyen DMS naptej. És nem magamnak, hanem Dakotának van. Ugyanis neki ugye fehér az orra, és hát ilyen rózsaszín fehér, ami viszont le tud égni nyáron, úgyhogy ezzel kenem. Ez meg ilyen nagyon ilyen baby, mindenféle biobarát, úgyhogy azért ez a... napteje, úgyhogy ezzel kenem mindig a kis nóziát, hogyha olyan van, hogy ne tudjon leégni. Szerencsére neki csak a nózia ilyen, őt nem kell máshol keneszelni, hát vannak lovak, akik szinte az egész testükre hajlamosak leégni, úgyhogy ővelük hát nem lehet egyszerű, de szerencsére Daksinak csak az orra olyan, és ezzel kenem neki nyáron. Tovább haladva, van itt egy ilyen napos bőrzsír, amit nagyon nem akar elfókuszálni le. Bőrzsír. Ez a napnak az ilyen luxus bőrzsírja. Erről nagyon sok jót hallottam, és már én is kicsit teszteltem. Igen, jól emlékeztem, hogy finom az illata is. Úgyhogy ezt nagyon szeretem. Ez nagyon jó. Van a naptól egy ilyen... Jézusom, hogy nem... Egy ilyen... Patazsír. Nem patazsír, vagy sem pata... olajkenő, és őszintén nem tudom, hogy most az olajnak minősül-e. Várjátok, kibontom és megmutatom, mert nagyon ilyen állagú. Szóval ez egy prémium minőségű pataerősítő, melyet a töredező paták védelmére fejlesztettek ki, megerősíti a pata lágy részét és fertőtleníti a gombás és bakteriás fertőzésre hajlamos nyírt. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó találmány, van hozzá egy kis ecset is. Rajta, hogy Profit, mert ennek ez a márkája. És ezzel főleg Dakinek a patáját keneszelem, mert most már eljött a jó idő, és ezzel a szárazság is, és neki sajnos nagyon hajlamos így nyáron feltörödözni a patája, úgyhogy ezzel kenem szinte mindig. És ez nagyon jó. Úgyhogy van nekünk ilyenünk is. Na, ami még itt ilyen nagyon bele vagyunk a seb bizniszbe, van nekem ilyen szintén seb spray, amiben van kettő is, mind a kettő ilyen alumínium, seb spray, és amúgy ezek ilyen ezüst spray, szóval ezüst színű színe lesz a lónak, úgyhogy ha akarom,
kicsit dizájnozni a lovat, akkor fújjatok rá a lilában, meg az ezüstben is ilyen gyönyörű színkombináció lesz, úgyhogy lehet ezzel kreatívkodni, tehát csak csinyán. Jaj. Van egy ilyen free jumpos bőrzsírom is, amiből hát konkrétan ennyi van már csak, de még van, és annyira jó az illata, nagyon-nagyon imádom, úgyhogy van ilyen bőrzsírunk is. Utána van egy ilyen antaraszes, amit hát nyilván a nyergemen szoktam használni, mert az főleg ugye a nyerekhez készült, mert ez egy antarasz olaj. És van egy ilyen teresz bőrzsír is, aminek basszus. Szóval azt hittem, hogy a free jumpos bőrzsír után nem tudok már találni jobbat, így illatügyileg, de hát be kell valljam, hogy ennek azért még jobb az illata. Ez fantasztikus. Ezt is szintén a nyergemre használom, ugye? Mert ugye ez a nyergemnek a márkája. Úgyhogy ezeket igazából csak a nyergemre használom. Ezekkel ápolom. Mert ilyen vagyok, hogy biztos ez a legjobb a nyergemnek. Úgyhogy ezért ezekkel ápolom őket, de nem mintha nem bíznék meg a többi ápolóba, szerintem azok is nagyon jók. Úgyhogy ezeket is szoktam azért keneszelni rá, de ezt viszont csak a nyeregre szoktam, hogy akkor így spórolok vele, mert nem túl olcsó dolog. Van itt nekünk egy ilyen CBD krém a lovacskáknak. Ez is mindenféle bedagadásra és egyebekre jó. Ebből azért már használtam jó sokat is. Ennek is nagyon jó az illata, ilyen tipikus gyógynövényes. Ezt is nagyon szeretem. Mert egy jó ideje megvan, és nagyon jó. Aztán ugye van ez a napos árnika gél, ami szintén ugye nyugtató hatású gél, zúzódások, húzódások, valamint izomfájdalmak kiegészítő kezelésére. Mutattam nektek az unboxingbe, de megmutatom itt is. És azért ennek is nagyon-nagyon jó az illata. Meg annyira jól néz ki, ilyen zöld zselé. Ezt is nagyon szeretem. Van egy pár ilyen... Aj. Szóval van egy pár ilyen elsősegélyes hát ápolószerem. Na de folytassuk, mert még van itt a dobozba cucc. Szóval ami itt van még, az egy ilyen pata, nem pata, de pata nyűrötadásra van. Én ezt nagyon szeretem, télen szoktam ezzel így befújni ott a nyír részén, ahol be van már sajnos rohadva, és ez nagyon-nagyon segít. Úgyhogy én ezt nagyon ajánlom, de hát nem tudom, hogy mi a pontos neve, valami hiposzol, így néz ki. Hát ha valaki így is tudja, mi az. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog még. És ami utoljára maradt, ez egy ilyen leggél, ami egy ilyen hűsítő gél. Ezt én főleg nyáron szoktam használni, például nagyobb terepek után, vagy ugróedzés után. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy hűsíti a lábukat, és így akkor nem kell addig vizezni, meg egyebek. Úgyhogy ezt én még nagyon szeretem. És hát jelenleg ilyen káosz van itt. Itt egy pár dolog. Hát köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, remélem érdekes volt azért számotokra, és tudtam segíteni, hogy én például miket használok, és miket érdemes beszerezni. Ha bármilyen kérdésetek van a termékekkel kapcsolatban, vagy bármi egyébben, akkor nyugodtan írjatok kommentben, és hát nem sokára találkozunk majd egy igen izgalmas videóban. Én nem árulhatom el, hogy honnan jelentkezem és miről lesz szó, de remélem, hogy majd annak is nagyon fogtok örülni, és érdekes lesz számotokra. Úgyhogy addig is, sziasztok!